Nem kizárt, hogy egy tárnokról eltűnt család maradványait találhatták meg a pilisi erdőben. A pesti srácok úgy tudja, hogy Portik Tamás egykori bizalmasának, Radics Attilának és feleségének holttestét találták meg a rendőrök, akik 2002-ben tűntek el. Az Origo ugyanakkor úgy tudja, nem róluk van szó, csak annyi biztos, hogy egy vádalkus ügy vezette nyomra a rendőröket. Ebben az erdőben Pilis-Szent Iván mellett a rendőrök találták meg a feldarabolt holttesteket. Azóta sem tudjuk, hogy kik lehetnek a gyilkosság áldozatai. A rendőrség a nyomozás érdekeire való hivatkozással hallgat, a helyiek pedig találgatnak. A párom elment szódáért, és a szódás mondta neki ezt a egy, hogy találtak egy holttestet, a többit azt egy másik mondta, hogy többet is találtak. A 24.hu úgy értesült, hogy egy házaspár lehet az áldozat. Az ott élők azt beszélik, hogy egy tartozás miatt végeztek velük. Elmeszelték, zacskóba rakták. A rendőrök megtalálták, és állítólag valami vádalkú alapján jöttek arra rá, hogy hol van eltemetve a hulla. Ezt nem hivatalos rendőrségi források is megerősítették. Tarjányi Péter is ezt valószínűsítette. Nem lehet kizárni, de erre adom a legkisebb esélyt, hogy valami véletlen folytán emberi maradványokat találtak, és valaki bejelentést tesz. Nagyobb esélyt adok arra, hogy valamilyen fajta bűnügyi információ keletkezett akár egy vádalkú kapcsán, ami miatt a rendőrség precízen, pontosan a helyszínre tudott menni, és megtalálta a maradványokat. A pesti srácok arra gyanakszik, hogy a pilisi kirándulóhelyen megtalált áldozatok ahhoz a Radics családhoz tartoznak, akik még 2002-ben tárnokról rejtélyes körülmények között tűntek el. Radics Attilát és feleségét, valamint 3 éves kislányukat azóta sem találták meg. Én azt gondolom, hogy ez az információ, ami most a médiában megjelent, és tulajdonképpen a hatóságok részéről, az illetékesek részéről nem történt cáfolása ennek az információnak. Én azt gondolom, hogy joggal feltételezhetjük, hogy igen, az ő holttestük maradványaik kerültek elő. A Blik már 2012-ben arról írt, hogy meggyilkolhatták a családot. A lap a nyomozókra hivatkozva azt állította, hogy Radicsnak köze lehetett az 1999-ben Tahitót faluban meggyilkolt Cseres Tamáshoz. A feltételezések szerint neki azért kellett meghalnia, mert ahogy akkor írták, eljárt a szája a Cseres gyilkosságról. Akkor az iskolából hazaérkező nagyobbik lány nyitva találta a családi ház ajtaját. 8 hónapos testvére fenn sírt az emeleten. A házban vért és töltényhüvelyeket találtak. A pesti srácok szerint Radics a leszámolásos gyilkosságok megrendelése miatt börtönben ülő Portik Tamás egyik embere volt. A családtagoknak 16 éve nyoma veszett. 2012-ben emberülés miatt indítottak nyomozást, amit 2016-ban lezártak, mert nem hozott eredményt. Az Origo forrás megjelölés nélkül azt írja, nem Radics Attila és felesége holttestét találták meg a pilisi erdőben.